de nem baj az. Azt mondjad már, cimborám, hol volt, ezer éve nem láttam. Képzeld el, hogy 3 hete eszéken voltam. Mit csináltál? Eszéken voltam 3 hétig. Nem igaz, hát én itt voltam, eszéken nem volt senki. De nagyon hiabott, de hát nem tudod, hogy Eszék az egy város. És én ott voltam. No ide figyelj, drága barátom. Ha most azt mondod, hogy el asztalig megyek, úgy felrúglak, hogy ne olvasod a gömbön szekér almásszámát is. Ide figyelj, kedves komár! Én nem vitázok te veled. Én vagyok a hülye, hogy egyáltalán szóval állok velem. Hát de azért, azt még csak elmondanám, hogy tegnap kivel találkoztam. Na kivel? Képzeld el, találkoztam a pappal. Pappal? Hát, most képzeld el, be van tisztelve a kezem. A papnak? A papnak. Azt én bátorkodtam úgy megkérdezni tőle, hogy mi történt vele. Hát azt mondta, hogy becsúszott a fürdőkádba. Egyáltalán már tudod, hogy mi az a fürdőkád? Hát honnan tudnám, nem vagyok én templomba járó, csak templom mellé. Hé, a kocsmáros, hát nincs. Hé, kocsmáros, a kocsmáros, kocsmáros, né, inni való. Hát üres a pohár itt, tehát hogy erre drága kocsmáros. Mégiscsak nekem volt igazam, hogy ez a
hülye asszony azt mondta, hogy nem vettem színes tévét, hát mégiscsak színes tévét vettem. Jaj! Hát én meg vettem a DVD-re játszót. Hát az még ma ugyan mi van nyavaja? Azt sem tudom, hogy mire használja. Nem. Hát betettem egy szelet szalámit, azt lejátszott az egész disznóvágást. Megisszuk a lé, aztán az a kurat, te valahol úgy majd házzál. Hát egy jó lé. Megisszom én a lé, te meg addig lesel. Lesel, te iszol én nem lesel. Na, mindjárt. Na, megyünk el ahhoz a fele, mert már jön fel a nap. Miért? Azt is ittjuk. Figyelj már, te hol lakol? Sehol. Hát te? Hát, Jenny, fia után már úgy... Erről sem gondolkozok, hogy hol is lakok, de úgy gondolom, hogy pont veled szerintem. Ugye most már ne szíves majd valahogy kísérjél már engemet haza. Na, kedves csapáros! Hát ennyi volt!